Itt a Szekszárdi Szabó Dezső utca mellett épült volna új házi orvosi rendelő. Két körzet 4700 lakóját érintette volna a fejlesztés. Június végére viszont biztossá vált, hogy a pályázati pénzből tervezett 80 millió forintos beruházásra nem kerül sor. Az ilyen Szekszárd frakció ugyanis a környék néhány lakójának tiltakozására hivatkozva leállította az építkezést, és új helyszínt akartak keresni a rendelőnek. Annak ellenére, hogy korábban ők is megszavazták a Szabó Dezső utcát. Akkor a pénzügyminisztérium topos pályázatokért felelős helyettes államtitkára azt írt a levélben az önkormányzatnak, hogy az állam nem ad támogatást, akkor ha a rendelő más helyszínen épül meg. A héten pedig az önkormányzatnak vissza is kellett utalnia a támogatás előlegét a minisztérium számlájára. Ezzel 62 millió forinttól esett el a város, de a teljes kár 110 millió forint körül lesz, ezt mondja Ács Rezső polgármester. Most úgy néz ki a költségek vonatkozásában, hogy valóban 62 millió forintot visszautaltunk az irányító hatóságnak, és kb. 10 millió forint, amit a miniszterelnökség kiegészítő forrásként még biztosított, illetve közben a kivitelező is megkeresett bennünket, hogy kártérítés igényel forduljon hozzánk, ez 40 millió forint. Tehát összeadjuk ezeket a számokat, akkor azt mondjuk, hogy az orvosi rendelő a város eddig 110 millió forintot bukott. Hiába kellett a héten visszautalnia a pályázati pénzt az önkormányzatnak, az ilyen Szekszárd frakció továbbra is azt kommunikálja, hogy más helyszínen megépülhet a rendelő. Még a helyieket is megkérdezték, hogy szerintük hol épüljön. Csak hogy összesen 27 ötlet érkezett az egész városból, ezek közül a legtöbb szavazatot, 9-et a Szabó Dezső utcai helyszín kapta. Ács Rezső pénteken közös sajtótájékoztatót akar tartani a többségi frakció tagjaival, közülük viszont senki nem jelent meg, csak a névtábláig fogadták az újságírókat. A polgármester szerint ez azt bizonyítja, hogy az ilyen Szekszárd olyan üres ígéretekkel vezeti félre az embereket, mint hogy a város nem bukta el az orvosi rendelőre kapott pályázati pénzt. Mi elmondtuk ezt többször is, hogy mit kockáztat a város 4700 embernek az orvosi ellátását. Tudtuk volna sokkal jobbá tenni, akit nem tudja, hogy milyen állapotok vannak, az fel tud menni a Kadarkóczi Állam kollégiumba és megtapasztalhatja. Most ehhez képest lett volna egy olyan helyszín, mint a Vígan téren egy 21. századi rendelő. Teljesen komolytalan volt ez a szavazás, a 21 szavazata, teljesen komolytalan volt az, hogy ezt a projektet elengedték, mindenki előzetesen elmondta, hogy nem lehet ezt megvalósítani máshol. Ezek a felvételek augusztus 30-án az ilyen Szekszárd által vezetett gazdasági bizottság ülésén készültek. Akkor Gulyás Róbert, az ilyen Szekszárd képviselője is megszavazta azt az előterjesztést, ami alapján az önkormányzat az ő munkáltatóját bízta meg nagyértékű informatikai eszközbeszerzéssel. Ez nem sokkal azután történt, hogy Gulyás Róbert kérte, hogy az önkormányzat térítse meg a munkáltatójának azt a bért, amiért ő a képviselői feladatai miatt nem tud megdolgozni. Erre korábban még soha nem volt példa Szekszárdon. Furcsa dolog ez, mert általában 4 óra körül vannak a bizottsági ülések és a közülések is, úgyhogy tulajdonképpen egy-egy órára beszélünk csak. Ilyenre még nem volt példa az elmúlt időszakban. Ez minden esetre azért furcsa, hogy maguk fizetését ugye már az elején megemelik többszörösére, és közben a város pénzéből még szívnak le összegeket. Mindenképpen elítélem ezt a dolgot, és nem tudom elfogadni ezt a magatartást. Ács Rezső a hétértékelőn arról is beszélt, hogy az ilyen Szekszárd frakció tagjai folyamatosan azt kommunikálják a közösségi médiában, hogy a város fejlesztéseit a polgármester hátráltatja. Ám ezzel szemben a valóság az, hogy a közgyűlésben többségbe került ilyen Szekszárd dönt mindenről, ami az önkormányzattal kapcsolatos.